10 perc múlva 8:30, ez továbbra is a ma reggel az M1-en. Koronavírus körképünk következik. Nézzük elsőként a friss adatokat a világból. A fertőzöttek száma már majdnem elérte a 174 milliót, viszont beoltottak már több mint 2 milliárd embert, egészen pontosan meghaladta a 2 milliárd 179 milliót a beoltottak száma. A fertőzésben elhunytak száma pedig már elérte a 3 millió 744 ezret. Az adatokat az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítette. Most pedig vissza Európába, ma Franciaországból, Németországból és Ausztriából kapcsoljuk tudósítóinkat. Elsőként Franciaországba kapcsolunk, Strasbourgban az Európai Parlament tegnap szavazott ugyanis az úgynevezett európai védettségigazolásról, ami a szándék szerint július 1-től segíteni, hogy szabadon, vagy legalábbis a jelenleginél szabadabban utazhassunk egyik tagállamból a másikba. Strasbourgba több mint egy éves kényszerszünet után tértek vissza a képviselők, illetve a tudósítók. Baracka Esztert kapcsoljuk a helyszínről. Van-e már eredmény, és mit kell tudni az európai védettségigazolványról? Jó reggelt kívánok! Még nem tudjuk az eredményt, de bármelyik percben megérkezhet. Ez ugyancsak egy járványügyi korlátozás, hogy a szavazások lassabban zajlanak, mint általában, de tulajdonképpen mindenki arra vár, hogy az Európai Parlament nem fog akadályt gördíteni az elé, hogy július 1-től mindenkinek, aki igényli, a zsebében lehessen ez a bizonyos európai oltási igazolás. Tulajdonképpen ez az utolsó előtti lépés, innentől kezdve már csak a tagállamoknak kell a maguk pecsétjét is rányomni, és akkor minden megy majd a maga útján július 1-től. A technikai háttérről is úgy tudjuk, hogy már működik rendesen, 9 tagállam már használja ezt a bizonyos platformot, amelyen keresztül átfutnak az adatok, de amely nem kezel és nem tárol adatokat. A kártya ingyenes lesz, azt már biztosan lehet tudni, digitális alapú vagy papír alapú tartalmazni fog egy QR kódot és egy elektronikus aláírás, és hogyha a kódot leolvassák az illetékes hatóságok, tagállami hatóságok, akkor abból kiderül majd, hogy a tulajdonosa valóban a tulajdonosa, és hogy milyen védettsége van. Ezt egyébként megszerezheti az oltással, megszerezheti negatív teszt eredménnyel, vagy pedig azzal, hogy igazolja, hogy felgyógyult a betegségből. Ez tehát tulajdonképpen garantálja, majdnem garantálja a szabad mozgást, hiszen egészségügyi vészhelyzetben a tagállamok visszaállíthatnak korlátozó intézkedéseket, és hát tulajdonképpen, ha minden igaz, akkor a tesztek is olcsóbbak lesznek, legalábbis az Európai Parlament ezért harcolt, a bizottság 100 millió eurót különített el erre a célra. Ez a tagállamoktól függ majd egyébként a tesztek ára. Azt tudom mondani, hogy Belgiumban 2 ingyenes tesztet fognak biztosítani azoknak, akik utazni szeretnének. Ez a kártya egyébként tulajdonképpen egy valamire lesz jó, a határok átlépésére. A továbbiakban egyébként minden a tagállamoktól függ, hogy egy ilyen kártya mire jogosítja föl majd a tulajdonosát. Az Európai Bizottság ezért már most tárgyal a tagállamokkal arról, hogy tanácsi ajánlások formájában egyezzenek meg arról, hogy harmonizálják a szabályokat, mert a jelen pillanatban nem lehet még normálisan utazni Európában. Ha valaki át akarja lépni a határokat, akkor ez borzasztó sok dokumentációval és millió teszttel jár. Egyelőre még nincs egyetértés a tagállamok között, de remélhetőleg a következő hetekben ez is megtörténik. Igen, egy kicsit még beszéljünk Belgiumról, ahol mától, tehát a mai naptól jelentős enyhítések lépnek életbe. Mi változik pontosan? Belgiumban 2 feltétele van annak, hogy a korlátozásokon lazítsanak. Az egyik az átoltottság mértéke, és ez tulajdonképpen egész jól áll, legalábbis a korábbi helyzethez képest. A 65 éven fölöttiek és a társbetegségekben szenvedők 80%-a már megkapta az első oltást. A másik feltétel pedig, hogy az intenzív ágyak elfoglaltsága az 500 alatt legyen, ez is így van, ezért aztán mától nyitnak a vendéglők beltéri helységei, természetesen azért szigorú szabályokkal, maszkkal, asztalnál ülők számának korlátozásával, stb. Nyitnak a mozik, a színházak, a bowlingpályák, a kaszinók, itt is maximum 200 fő, illetve 75%-os telítettség lehetséges. A vidámparkok, az állatkertek belső helységei, újra lesznek piacok, vásárok, zsibvásárok, de és most már lehet 2 főnek együtt vásárolnia, eddig ez tilos volt.
Ami a sportot illeti, a fitness termek is nyitnak, de rendszeresen kell szellőztetni, széndioxid szintet mérni, és a maszkot kell viselni, amikor az ember éppen nem gyakorol valamilyen eszközön. Beltéren egyébként 50 fő sportolhat együtt, kültéren 100 fő. Rendezvények is hasonló formátumban, beltéren 50 fő, kültéren 100 fő. Otthon már lehet fogadni 4 vendéget. Az utcán Brüsszelben már nem kell mától a maszkot hordani, kivéve a bevásárló utcákat, de továbbra is marad az otthoni munkavégzés, legfeljebb egy héten egyszer lehet bemenni a munkahelyre, és ismét dolgozhatnak házaló ügynökök és az örömlányok is. Németországgal folytatjuk, ahol több neves szakember szerint is kedvező lesz a nyár. A fertőzés terjedése tovább csökkent, és több helyen folytatódnak az enyhítéssel összefüggő lépések. Kapcsolunk Berlinbe tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz. Kati, meddig lesz még érvényben a járványügyi szükséghelyzet, illetve az úgynevezett vészféktörvény? Jó reggelt kívánok! Nos, a nyár jön, a koronavírus megy. Ezt a kijelentést tette Mecklenburg-Előpomeránia tartomány miniszterelnök asszonya Manuela Schwesig, amikor kedden az újabb enyhítéseket bejelentette. Pénteken lépnének ezek érvénybe ebben a tartományban, például megnyitnak az uszodák, megnyitnak a strandok, már 30 ember találkozhat egymással, beltérben 200 fős rendezvényeket lehet majd tartani, kültérben akár 600 fősöket is, hiszen Mecklenburg-Előpomeránia volt azon tartománya Németországnak, ahol mindig is legendásan alacsony volt a fertőzés gyakorisági mutató, most is több nap óta 9-es ez a szám, de Brandenburg tartományban is folytatódik a nyitás, a jövő héttől fogják megszüntetni a korlátozásokat, és itt Berlinben is mindinkább visszatér az élet a megszokott kerékvágásba. Például, hogyha valaki üzletekben szeretne vásárolni, shoppingolni, akkor már nincs szükség negatív tesztre, és előzetesen időpontot sem kell egyeztetni, a személyi adatokat feljegyzik a belépés előtt, és megnyitottak a fitness termek is, ide még szükség van negatív tesztre, illetőleg a fodrászüzletekbe is. Kettő olyan lényeges szabályozás van, ami június végén veszíteni a hatáját. Az egyik a sokat emlegetett vészfék törvény. Ennek az volt a célja, hogy a járvány tetőzésekor országos szabályozást tegyen lehetővé, tehát a járványügyi mutatókhoz rendelte, hogy pontosan mely számok esetén milyen intézkedéseket kell bevezetni a különböző régiókban. Nos, várhatóan június végén valóban hatályát veszti ez a törvény, tehát a Bundestag nem fog dönteni ennek a meghosszabbításáról. A szükségállapotot ugyanakkor várhatóan szeptember végéig meghosszabbítják, hiszen ez jogosultságot ad a kormányzati szerveknek, jogosultságot ad például az egészségügyi minisztériumnak arra, hogy különböző intézkedéseket hozzanak, például, hogyha az iskolák és az óvodák bezárnak, akkor akár a szülőket segítő intézkedéseket is hozhatnak. És a nyitásokkal párhuzamosan érdemes már beszélni arról is, hogy például az üzletek jelentős anyagi veszteséget szenvedtek el az elmúlt 6 hónapban a bezárások idején, tehát a forgalom még mindig 16%-kal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakában, ezért a Kereskedelmi Szövetség vezetője bejelentette, hogy anyagi támogatásra van szükségük, az áthidaló segélyt már évvégéig meghosszabbították, viszont újabb támogatást szeretnének, hiszen az alkalmazottakat vagy a bérleti díjat nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudják kifizetni. Sajtóhírek szerint akár 120 ezer olyan üzlet is lehet, amit a bezárás veszélye fenyeget. És valóban a járványügyi mutatók folyamatosan csökkennek. A fertőzés gyakorisági mutató 20,8, egy hete 36,8 volt, és csaknem 1700-zal kevesebben fertőződtek meg az elmúlt 24 órában, mint egy héttel korábban ugyanezen a napon. Közben az egyik neves virológus, őt úgy hívják, hogy Christian Drosten, arra hívta fel a figyelmet, hogy az a cél, hogy a lakosság legalább 80%-át beoltsák. Nos, hol tart most az oltás Németországban? Valóban a szakemberek egyetértenek abban, nem szeretnék, nem szabadna, hogy a nyári időszakban megtorpanjon az oltás. Ez folyamatosan halad Németországban, a lakosság 46%-a megkapta az első adag vakcinát, és a reggeli adatok szerint 21,9% mondhatja el, hogy teljesen védett, tehát mindkét adag vakcinát megkapta. Németországban a BioNTech-Pfizerrel, az AstraZeneca-val és a Modernával oltanak főként, kisebb mennyiségben van jelen egyébként a Janssen. Történnek például helyi akciók is,
és Alsó-Szászország tartományban egy 7000-es lélekszámú település polgármestere például megrendelte a Jensent, és lehetővé tette, hogy az ország bármely pontjáról jelentkezzenek az emberek oltásra. Sajtóhírek szerint Hamburgból és Brémából is érkeztek az emberek. Erre egyébként lehetőség van, hiszen hétfőn feloldották a prioritást, tehát mostantól bárki jelentkezhet oltásra, és az orosz vakcina, a Sputnik sem került le napirendről. Néhány nappal korábban Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök sürgette a Sputnik Európai Uniós engedélyeztetését, és a legfrissebb hírek szerint nem kizárt, hogy szeptember hónapban erre is sor kerülhet. Körképünket Ausztriával zárjuk, ahol a hétvégén az osztrák kancellár is megkapta az első oltását. Az utóbbi napokban pedig növekszik az oltási kedv, hosszú sorokban várnak az emberek a vakcinára. Kántor Ivettet kapcsoljuk Bécsből. Nos, mivel magyarázható az emberek oltási kedvének megugrása Ausztriában? Jó reggelt kívánok! Valóban növekszik az oltási kedv. Amíg januárban ez körülbelül 30% körül mozgott, akkor éppen azért növekedett valamelyest, mert kevés volt a vakcina. És mint a hiánygazdaságban annak idején, minél inkább hiányzik valami, annál inkább meg akarják kapni az emberek. Most viszont már 70%-nál tartunk, mégpedig azért, mert itt a nyár, és az emberek étterembe, szabadtéri rendezvényekre akarnak járni, és nem utolsó sorban utazni. De nem szabad elfelejteni, hogy akinek nincs igazolása arról, hogy már beoltották, vagy átesett a betegségen, vagy negatív koronavírus teszttel rendelkezik, az tulajdonképpen sem az éttermeket, sem a kulturális és sport rendezvényeket nem látogathatja. Ausztriában egyébként átlépte a 4 milliót az beadott oltások száma, illetve azoknak a száma, akik már az első vakcinát megkapták, ez 50% felel meg, viszont azok száma, akik teljes immunitással, vagyis két oltással rendelkeznek, még csak 1.800.000, ami lakosság arányosan csak 23%-nak felel meg. És az Európai Gyógyszerügynökség engedélye után ugyan az osztrák nemzeti oltási grémium is engedélyezte a Pfizer-BioNTech vakcináját a 12-15 évesek körében, de ez itt egy nehéz menet lesz. Elsősorban azért, mert egyelőre még nincs elég vakcina, másrészt pedig komoly felvilágosító kampányra lesz szükség, mert itt azért sokan oltás ellenesek, legfőképpen ami a gyerekek oltását illeti. És hogy tartható lesz-e az, amit Sebastian Kurz áprilisban ígért, hogy június végéig 5 millió embert beoltanak, hát ez még igencsak kérdéses. Holnap újabb enyhítések lépnek életbe Ausztriában. Melyek ezek az enyhítések? Illetve azok, akik nincsenek még beoltva, rájuk hogy hat ez az intézkedés? A javuló járványügyi adatoknak köszönhetően végre valóban enyhítések lesznek itt Ausztriában is. Például az éttermek belső tereiben egy asztalnál a 4 helyett most már 8-an, míg a kültereken, a teraszokon, a kerthelységekben 16-an ülhetnek majd egy asztalnál. A zárórát 22-ről éjfélig tolják ki, és a kötelező távolságtartást is felére, vagyis 2 méterről 1 méterre csökkentik. A kulturális és sportlétesítmények az eddigi 50%-kal szemben befogadó képességük 75%-át töltheti fel. De akinek nincs igazolása arról, hogy már beoltották, átesett a betegségen, vagy pedig negatív koronavírus teszttel rendelkezik, az tulajdonképpen azon kívül, hogy elmegy vásárolni, sehová nem mehet. És a tesztelés az eléggé egy macerás dolog, mert ugyan léteznek tesztutcák, és a patikákban is lehet ingyenesen teszteltetni, de nagyon bonyolult, mert regisztrálni kell, és be kell jelentkezni előre. Tehát tulajdonképpen azért, hogy az ember valahova elmehessen, ez a tesztelés is egy bonyolult történet, és nehéz az, hogy az semmiképpen nem lehet, hogy valaki spontán fogja magát, és beül egy étterembe, és megiszik egy kávét. Ez teljességgel ki van zárva. És a
az ünnepségek, a céges ünnepségek, az esküvők és az ülőhelyet nem biztosító koncertek, illetve fesztiválok sem megengedettek még. Ennek céldátumát, ha minden jól alakul, július 1-ére tűzte ki a kancellár. Kántor Ivetnek, Bécsből, Barack Eszternek, Strasbourgból és Noll Katalinnak, Berlinből nagyon szépen köszönjük a friss információkat.